Úti cél rovatunkban a Kaszó Itáját mutatjuk be önöknek. A helyszínen több különleges kialakítású közjóléti létesítmény tárja fel a vidék természeti és földrajzi viszonyait. Somogyország zöld szívében Kaszón járunk. A település, mely az erdők ölelésében bujik meg, számos természeti kincset rejt magában. Kiterjedt erdőségeinek dús fái között találhatjuk meg a 2017-es esztendőben átadott kaszói lombkorona tanösvényt. A tájba illeszkedő, faszerkezetes kialakítású létesítmény felső szintjén, mintegy 124 méter hosszan, a talajszintől mérve 9,5 méter magasságban vezetett hídszerkezet tárja elénk a lombok világát. A hidat hosszában több helyen megtöri egy-egy pihenő, illetve a sétány végén egy vadlesre is lehetőséget biztosító pihenőhely található. A Hent László építész tervei alapján létrehozott lombkorona sétány mind hosszában, mind magasságában, valamint szerkezeti megoldásában is egyedülállónak számít hazánkban. A lombok magasságából süllyedjünk alá és ismerkedjünk meg a közeli Baláta-tóval és környékével. A mintegy 342 hektáron elterülő természetvédelmi terület 1942 óta élvez védelmet. Így a vidék Somogy megye legrégebbi védett övezete. A jégkorszaki lápmaradvány megőrzését annak gazdag növény és állatvilága indokolja. A védett tavon egy 600 méter hosszú ökoturisztikai sétány mutatja bele belső Somogy élővilágát. A stégrendszer bemutatja a tó faunáját számos ritka állat és növényfajjal. A sétányt Marián Miklósról, a terület egykori kutatójáról nevezték el. Az országosan is egyedülálló terület sajátságos mikroklímával az őstermészet megmaradt kis szigete Somogy megyében.